Futó Péter, a dombóvári 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője tájékoztatott az elkövetkező 5 éves ciklusban tervezett beruházásokról és fejlesztésekről. Elmondása szerint a céljaik között szerepel a közszolgáltatások javítása, valamint új közösségi projektek megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Én képviselői körzetem Dombóváron a legnagyobb területen helyezkedik el, ugye Kertvárosból, Tüskepusztából, Gunarasból, Szilfás pusztából és Mászlom pusztából el. Képviselői célunk az, vagy a célunk az, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljunk a város lakosságával. Dombóváron nagyon elhanyagolt állapotú a közút, illetve a járdahálózat. Mindenféleképpen szeretnénk az elkövetkezendő 5 évben ezeknek a fejlesztését elindítani. Várhatóan Kertváros útépítési projektje jövő évben elindulhat, erre megvan a forrásunk, jelenleg a közbeszerzés tart. Gunarás csatorna hálózatának a fejlesztése is egy projektként van előttünk. Szeretnénk Gunarásba, Tüskepusztán játszótereket építeni, és továbbra is a jó kapcsolatot ápolni a területen dolgozó vállalkozókkal, nekik a segítséget megadni munkájukhoz, mivel hogy nélkülük Dombóvár nem tud fejlődni. Felépítettünk egyfajta kapcsolatrendszert a környezetünkben tevékenykedőkkel, vállalkozásokkal, illetve a lakossággal. Szeretnénk ezt tovább ápolni, mindenféleképpen számítunk az ő visszacsatolásaikra, az ő segítségeikre. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a városban dolgozó civil szervezetekkel, és rájuk is a továbbiakban is számítunk. Pintér Szilárd polgármester esküdtett, majd a rendezvény során megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Kiemelte, hogy optimista a jövőt illetően, és biztos abban, hogy a következő időszakban számos fontos fejlesztést sikerül megvalósítaniuk. Hangsúlyozta, hogy elkötelezett a fejlődés iránt, és aktívan dolgozik a dombóváriak érdekében. Rendhagyobb volt ez a mai alakülülés, hiszen kezdeményeztem, hogy a megválasztott horvát, német és roma képviselőkkel együtt kövessük ezt el. Szerintem ez a pillanat felemelkedő volt mindenki részére, hiszen ugyan június 9-én voltak már a választások, és én magammal is tapasztaltam, és semmi változás nem történik, amikor a polgármai esküvet letettem másodízben Dombóváron, mégiscsak egy picit meghatottam, és ugye az érzelmek kezdtek rajtam úrrá lenni. Ugyanezt érzékeltem többi képviselőtársaim is. Én nagyon remélem, hogy ez a munka tovább fog haladni, ahogy 2019-ben elkezdtük, hiszen 2019-hez hasonlóan mind a 8 körzetet megnyertük 2024-ben is. Nyilván ez nem szabad gátat annak, hogy ez a konstruktív együttműködés mentén sikeresen fejlődjön tovább Dombóvár. Sajnos nagyon nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen mindenki által ismertek a pandémiás évek, az az energiaárubanás, amely sújtott minden magyar háztartást és így az önkormányzatokat is. De úgy látom, hogy 2024 második felére rendeződnek a dolgaink, és hiszem benne, hogy a 24-29-es ciklus egy sokkal sikeresebb lesz. Sajnos, ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy nagyon sok restanciánk van, hiszen nagyon szeretünk volna egy új üszodát a térségbe, nagyon szeretünk volna egy új mentőállomást. Én hiszem és remélem, hogy ezek az álmaink most már hamarosan meg fognak valósulni, hiszen az ország gazdasági mutatói abban az irányban mennek, hogy 25-26 lehet az a reális cél, amikor ez el fog készülni. Látom már, hogy végre az első topos pályázati döntések is megérkeztek. Napokba kerül kiírásra az első beszerzési eljárásunk, és 11 km útszakasz felújítása meg fog történni Dombóváron. Mind ahogy tettük eddig, ezután is fogjuk tenni, hogy számunkra mindenki nagyon fontos, a fiatalok, az idősek egyaránt. Tovább fogjuk folytatni a köznevelési, közoktatási intézményeknek a fejlesztését, az idős ellátást. Próbáljuk és meg is teszünk érte mindent, hogy folyamatosan fejlődjön. Rengeteg dolog van még előttünk, de azt gondolom, hogy az az együttműködés, amely az elmúlt 5 évben kialakult, kell, hogy erőt adjon ahhoz, hogy sikeresek legyünk ebben a ciklusban. A polgármester arról is beszélt, hogy a politikai változások új lehetőségeket teremtenek, amelyek segítik a város fejlődését, és remélhetőleg pozitív hatással lesznek a helyiek mindennapi életére. A vezetőség együttműködése a helyi szervezetekkel kulcsszerepet játszik abban, hogy a terveik megvalósuljanak.